Az aradi vértanúk az a 12 magyar tábornok és egy ezredes voltak, akiket az 1848-49-es szabadságharc leverése után az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. Bár ezen honvédtisztek száma 16, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett 13 honvédtisztet nevezi így. A 168 évvel ezelőtti eseményekről Üllőn, Vecsésen, Pécelen és Felsőpakonyon is megemlékeztek. A vértanúk mindegyike eleve aktív vagy kilépett császári királyi tiszt volt, a szabadságharc végén a honvédseregben egyikük altábornagyi, 11-en vezérőrnagyi és egyikük ezredesi rendfokozatot viselt. Lázár Vilmos ezredest azért sorolták a tábornokokhoz, mert a szabadságharc végén önálló seregtestet irányított. A győztesek ellenben egyikük tábornoki rendfokozatát sem ismerték el hivatalosan. A vértanúk között Kis Ernő honvéd altábornagy volt a rangidős, aki korábban császári királyi ezredes volt, a többiek a közös hadseregben ennél alacsonyabb tiszti rendfokozatot viseltek. Kossuth Lajos 1890-ben az egyetlen fonográfon is rögzített beszédében Aradot a magyar Golgotának nevezte. Ugyanezen a napon, október 6-án végezték ki Pesten az első felelős magyar miniszterelnököt, Battyány Lajost is. Üllőn a nemzeti gyásznapon megtartott esemény elején Jámbor Barbara mondott verset, majd az Üllővezér Hagyományőrző Egyesület titkára emlékezett a történtekre. Mit faragsz, Ács? Mit faragsz itt a késő éjjelen? Akasztófát faragok, Vécsei függ majd ezen, nagy lelkű, ki nem tiport, földre sújtott ellenén, mostan kézre ő jutott, s meghal hóhér kötelén. Az Úristen, verje meg, ne bocsásson meg nekik, kik velem itt a 9 akasztófát ültetik. S azoknak, kik hajnalon itt veszítik életük, mindörökkön örökké áldva legyen szent nevük. Mostan kézre ő jutott, s meghal hóhér kötelén, az Úristen verje meg, ne bocsásson meg nekik, kik velem itt a 9 akasztófát ültetik. S azoknak, kik hajnalon itten vesztik életük, mindörökkön örökké áldva légyen szent nevük. Aradon a 13 tábornokot és egy ezredest szeptember 26-án ítéltek felségsértés és lázadás miatt halálra. Hajnaú ezt 30-án jóváhagyta, de Gáspár András Ferenc József egykori lovaglómestere büntetését végül is börtönre változtatták. A kivégzéseket október 6-ára a bécsi forradalom évfordulójára időzítették. Battyány előző éjjel egy becsempészett tőrrel nyakon szúrta magát, és ezért nem lehetett fölakasztani. A helyi parancsnok saját hatáskörben porra és golyóra változtatta az ítéletet, ami miatt hajnaú idegrohamot kapott. A gróf nem engedte, hogy bekössék a szemét, és maga vezényelt tüzet. Utolsó szavai: éljen a haza. Aradon ugyancsak október 6-án végezték ki a 13 honvéd tábornokot, Aulik Lajost, Damjanik Jánost, Desszelfi Arisztidot, Kis Ernőt, Knézics Károlyt, Lakner Györgyöt, Lázár Vilmost, Leningen Westerburg Károlyt, Nagy Sándor Józsefet, Poltenberger Ernőt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot és Vécsei Károlyt. A holtesteket elretentésül estig az akasztófán hagyták, de ezzel épp az ellenkező hatást érték el, mert a kivégzés helye valóságos búcsújáró helyé lett. Az ellentmondó statisztikák szerint a megtorlás során mintegy 500 halálos ítélet született, és körülbelül 110-et hajtottak végre. A legismertebb emigránsokat távollétükben végezték ki, azaz nevüket egy akasztófára szögelték. Másfél ezer embert ítéltek sokévű börtönre, vagy változtatták erre a halálos ítéletet, a honvédsereg állományok 25-30%-át besorozták, és 7 évet kellett szolgálniuk távol a hazától. A bosszú hullám csak 1850. júliusától mérséklődött, amikor az európai felháborodás miatt a bécsi udvar nyugdíjazta hatáskörét túllépő hajnaut.
Kossuth Lajos élő tiltakozásul a kiegyezés az osztrák-magyar monarchia létrejötte ellen egészen 1894-ben bekövetkezett haláláig nem volt hajlandó hazatérni Magyarországra. Keserűségét növelte, hogy 1889-ben magyar állampolgárságától is megfosztotta az 1879-es honossági törvény, amely szerint aki 10 évnél tovább külföldön tartózkodik és nem kéri állampolgárságának meghosszabbítását, elveszti azt. Kossuthról pedig tudni lehetett, hogy soha nem lesz hajlandó Ferenc Józsefhez állampolgárságért folyamodni. A közvéleménybe óriási tiltakozási hullám indult meg a rendelkezés ellen, amely közvetve Tisza Kálmán miniszterelnök bukásához is vezetett. 1867-ben, a kiegyezés évében törhetett felszínre először hivatalosan a gyász az aradi vértanú és a szabadságharc hősei iránt. Az 1867. június koronázást követő örömmámoros hangulatban a hivatalos Magyarország az alkotmány helyreállítását ünnepelte, és a kiegyezés megbékélésének szellemében a szabadságharc vértainak emléke nehezen volt beilleszthető az új rendszer keretei közé. 1868. október 6-án a kormány lapja a Pesti Napló esti kiadásában egyenesen arra intett, hogy az állandó kesergés helyett végre egy gyászos nap tanúságainak kellene megfogalmazódni. Ferenc József személyes érintettsége, hiszen szerepe nem volt elvitatható az 1849 évi megtorlásokban, megnehezítette a szabadságharc vértanúira és hőseire való emlékezés hivatalos lehetőségét. A magyar kormány nyíltan nem képviseltethette magát, sem Batthyány Lajos gróf, az első felelős magyar miniszterelnök újratemetésén 1870-ben, sem Kossuth Lajos temetési szertartásán 1894-ben, sem a rendszeres március 15-i vagy október 6-ai megemlékezésen. Ugyanakkor a dualizmus rendszere megtűrte a 48-as ünnepeket, magánemberként mindenki odament emlékezni, ahova akart. A függetlenségi ellenzék képviselőin túl a törvényhatóságok tisztviselői is többnyire megjelentek a helyi ünnepségeken. Az október 6-ai megemlékezések eleinte elsősorban a családtagok és az 1848-as hagyományokat ápoló honvédegyletek szervezésében jöttek létre. A fővárosban rendszerint Damjan és János özvegyének kezdeményezésére gyászisten tiszteletet tartottak a pesti ferencesek templomába. A helyszín nyilván nem volt véletlen, hiszen 1849-ben a kivégzés követő éjjelen titokba itt, a ferencesek kriptájába helyezték el Batthyány Lajos gróf holttestét, és a kívülállók számára jeltelenül ott nyugodott az 1870-es újratemetésig. A gyászmisén többnyire megjelentek a vértanúk családtagjai, leginkább Damjanisné, Batthyányné és Vejdelné, valamint számos 48-as honvéd. Rendszerint az emlékmiséhez néhányan az ellenzéki függetlenségi párti képviselők közül is csatlakoztak, de az országos honvédegylet nevében kormánypárti képviselők is felbukkantak. A kiegyezés követő években az október 6-ai megemlékezések országszerte egyre sokasodtak, de az emberek leginkább a templomok falai között emlékeztek. Az ünnepségek helyszínei közül Arad a 13 vértanú tábornok kivégzésének szintere emelkedett ki, hiszen a város mindvégig kötelességének érezte egy gyászos emlék ápolását. A megemlékezések rendszerint a helyi minorita templomból kezdődtek, majd a résztvevők a vesztőhelyre zarándokoltak, később 1890-től az aradi szabadságszobor vált az ünnepség központi helyszínévé. Az 1848-as emlékműnél koszorúzással és mécses gyújtással ért véget a megemlékezés.